Az adventi időszakban számos kül- és beltéri programmal készülnek a Babits Mihály Kulturális Központ munkatársai. A Béla Király téren gyerekkoncertek, helyi zenekarok és sztárfellépők segítik a karácsonyi ráhangolódást. A Kulturális Központ színház termében pedig többek között a Kicsi Gesztenye Klub vagy a Cotton Club Singers koncertjét is meghallgathatják az érdeklődők. Úgy gondolom, egy nagyon gazdag program kínálattal várjuk a kedves szekszárdi és hozzánk látogató vendégeket, ugyanis mind a Babits Mihály Kulturális Központ intézményeiben, épületében, mind a szabadtéren egy rendkívül változatos programot sikerült összeállítanunk. Első körben az adventi 4 vasárnapra koncentrálva 4 olyan nagy produkció érkezik ide a Kulturális Központba, amely minden rétegnek és családoknak, fiataloknak, időseknek egyaránt egy megfelelő és rendkívül színvonalas választékot tud adni. Advent 3. vasárnapján, december 12-én a magyar zene történetének talán legjelentősebb alakjai közül láthatunk olyan néhány legendát, akik összeálltak és egy közös produkcióba egyesítették a művészetüket. Az LGT zenekar több mint 50 éve alakult, Csík János és a Csík zenekar több mint 30 éve létezik a pályán. A magyar rockzenének és a népzenének egy olyan csodálatos ötvözetét dolgozták, ők összegyúrták össze, amelynek az előadását mi is élvezhetjük itt. Ugye Csík János, Presser Gábor és Karácsony János maga önmagában egy olyan hívó szó, amely minden zenerajongó számára egy nagyszerű élményt fog jelenteni. Én úgy hiszem, hogy akkor, mikor hozzá mer nyúlni egy ilyen történet az ember, azért mindig azért a hozzájárulást is kell kérni. És Szabó Attila, aki leginkább a zenekarunkban gitáros, hegedűs, énekes, aki inkább ennek az ügyesebb megvalósítója, ő az, aki fontos feladatnak érezte, és mi a munkánkat támogattuk ezt, és nagyon sokszor ültek le Presser Gáborral mindent pontosan egyeztetni, úgyhogy egy ilyen jó személyes kapcsolat mellett egy nagyon szíves szakmai előkészítés és tényleg precíz megoldások vannak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog egy zenekar életében. Mi ugyan elsősorban a magyar népzene zenekara vagyunk, hogy úgy mondjam, és nagyon fontos az, hogy lehető legigényesebben és a leghitelesebben tudjuk a magyar nép zenéjét tovább éltetni és továbbadni, tanítani, és az embereket szórakoztatni ezzel, de ez is egy olyan fajta jó lehetőség arra, hogy ezekbe a dolgokba beleépíthessük a magyar népzene táncdallamait, lüktetését, és ez az, ami nekünk mostában igen jól sikerült, és ennek köszönhetjük a népszerűségünket is. Advent 4. hétvégéjén a Vadak ura magyar szuperprodukciót tekinthetik meg a színházba látogatók. A musical igazi családi kikapcsolódást kínál. A Vadak ura egy kalandos, misztikus és lenyűgöző musical, amelyben az ének, zene, tánc és költészet találkozik a szerelemmel, barátsággal és a természettel. Vona Tibor, a musical ötletgazdája mesélt a darab születésének körülményeiről. Hogy van az, hogy nekünk mindig kontinenst kell váltani, ha egy jó állatos családi musicalt szeretnénk nézni? Tehát bocsánat, vannak szarvasaink, vaddisznóink, medvéink, rókáink, farkasaink, és még sorolhatnám, kétségkívül nincs oroszlánunk, vagy zebránk, de egyébként a varacskos disznó ide szakadt lány történetén keresztül, aki visszaálmodja magát Afrikába, ott van egy nagyon látványos afrikai állatsókép, ahol megjelennek az afrikai állatok, de itt volt az ideje, hogy picikét ezeken az egyébként nagyszerű, kiváló musicaleken revansot vegyünk, és megmutassuk, hogy magyar alkotók tollából, magyar állatokra írva tud születni egy olyan produkció. Egyébként nekem 3 fiam van, és akkor úgy van, hogy az elsőt a sztelibe kapta az Oroszlán király, amit láthattunk Londonba, New Yorkba, és ez a produkció nem fog tudni ide Magyarországra elérni, mert nagyon komoly jogdíjkövetelményei vannak, és csak pár országban játsszák világszinten, ahová kiengedik. A dzsungelkönyve a maga 25 évvel a középsőmet, és a legkisebbnek meg nem volt semmi, és akkor azt mondtam, hogy nosza, akkor itt jelentsünk egyet.
A decemberi programsorozat után újdonsággal nyitja meg az új évet a Kulturális Központ, erről is beszélt Berlinger Attila intézményvezető. Volt egy régi vágyunk itt a Babits Mihály Kulturális Központban, hogy egy olyan új év indító koncertet is, egy olyan új év köszöntő koncertet is hozzunk ide városunkba, amely egy méltó és egy nagyon szép eseményé varázsolja új év első napját. A Szolnoki Szimfonikusok zenekarát sikerült ebben megnyernünk, akik a zeneirodalomnak a legkiválóbb klasszikus műveit fogják itt előadni számunkra, és szeretnénk mindenkit egy pohár pezsgővel köszönteni itt, együtt próbáljuk meg az új évet egy jó hangulatban elindítani, és ezzel ezt a igen nehezen indult, de aztán a végén nagyon sok produkció felvonultató gazdag kulturális tartalommal rendelkező évet méltóképpen lezárni. Az adventi programokról a Babits Mihály Kulturális Központ internetes és Facebook oldalán lehet tájékozódni.